Sziasztok! Nagy péntek reggel 6 van. Ígértem Juditnak, hogy csinálok egy videót a helyzetről a kertészetbe. Lényegében itt vagyunk az irodánál, teszünk egy gyors kört, hogy lássuk, hogy mik vannak, mi folyik a kertészetbe. Már megérkezett az áruknak az első része. Ma fogadni fogunk egy új kamionárut. És most arra készülünk. Reggel 6 van, nagy pénten. Itt vannak törpetúják, boncályok, itt van egy kupac magnólia, meg nagy formanövények, boncályok. Sajnos így jártam, hogy lefagyott a leanderem. Nagyon tanulságos, hát volt egy mínusz 8 fok a múlt héten. Kicsinálta. Virágföldek, mert az mindig kell, kis haszonnal, de mindig szükséges. Itt van egy nagy cédrus, pár ikonikus növény, itt a bejáratnál. Akkor itt vannak ezeket a tujákat, már tavaly is láttátok, egy picit nőttek. Most érték el a cserepezési idő csúcsát, és most fognak vegetálni. Picit egy jó 10-15 centit meg fognak nyúlni. Itt tegnap megkaptuk a friss árut Hollandiából, a szaporítóanyagot. A Teddy tujákat. Ez lényegében az, amit ti is láthattok tavaly. Egy évvel később lényegében így jött tavaly, és így lett idén. Ez nyilvánvalóan ez a téli színe a növénynek, mert ő itt telelt, nem is lett teleltetve, csak itt lett hagyva. Ez egy szép konfrontáció, hogy így érkezik, és egy évre rá ilyen lesz. Nyilván az eladási ár is különbözik. Akkor van higölőt tuja, ez egy, azt hiszem a törgő aranytuja, van egy adag ászér, ami pótlásban van, akkor itt vannak aranykecskerágók, japán aranykecskerágók, egy 150 darab, vannak lejlandik, itt vannak a tavalyi danikák és teddy tuják, itt megint szaporítanyaggal találkozunk, amit a múlt hetekben bekonténereztünk, van ászerkampesztre, van talajtakaró lonc, meg egy csomó minden madárbi és egy csomó minden más. Itt vannak aranytuják, itt van még több szaporítóanyag, elvúdi talajtakaró boróka, a kis tujáink, amik jövőre lesznek 3 literesbe áttéve, somok, meg sok minden más. Akkor ide került egy adag borókát, átettünk 32-es cserépbe. Akkor a tavalyi kecskerágók, amik kezdik kidobni magukat. Kicsi fenyők, ilyen ciklakerti válogatás. Akkor még több növény, tuják, még több tuja. Ez a tavalyi kis cserepű, ami a 14 cserébe volt, át lett ültetve egy 3 literesbe, és most kezdi meg a gyökeredési ciklusát. Akkor elvúdi ciprus már érett változatban. Viburnum tinus, a tavalyi aukubák és juharok átültetve. Kicsi tuják, goldriderek, kék ciprus meg sárga ciprus, törpefenyők, válogatás, törpetúják válogatás, mogyoró, cornus contorta, prunus ottojuken, meg kryptoméria, itt ilyen japán vessző, akkor itt a nagy formák vannak, ezen az oldalon van törpe magnólia, ez egy szép fajta magnólia, sokat virágzik, de lassabban nő, úgy hívják, hogy Magnolia Little Gem. Itt vannak eleányuszok, ez egy örök zöld romblevelű, nagyon szép növény. Osmantus, babérmedgyek, ez egy sláger termék, ajánlom nektek, hogyha kertészetben dolgoztok, akkor erre egy nagy hangsúlyt fektessetek, mert tényleg nagyon menő termék. Itt vannak a gyümölcsfák, cseresznye megy, kajszi őszi, mandula, szilva, alma, körte. Van egy kis pampafű,
és magnólia, és újra vissza. Akkor a túloldalon bogyósokat, amik itt voltak, már átültettük. Még egy kis gyümölcsfa maradvány, átültettük a negyedtörzseseket. Meg szépen pakoljuk Strégen a negyedtörzses válogatásunkat. Ezek a tavalyik, amiket ti is megmetszetek. Ti metszetettek meg részben. Szépen kezdik kidobni magukat. Már még egy meccés, majd rájuk fog férni. Itt éppen tereprendezés, takarítás folyik. Készítjük elő a helyet az új járónak, ami itt előkap majd helyet nagy részben. Kecskerágok vannak, kriptomériák törzse oltva. Itt van a tavalyi pompon, a 100 cent is, amit ti is metszetetek. Itt hátul babérmedgyek vannak. Itt van Robi, dolgozik. Babérmedgyek törzse oltva. Stb. A nagy tujákból, ami maradt. És ezek a tuják, amik besültek, de még talán megmentjük őket. Akkor itt vannak pomponok 130-as méretben, meg spirálok 130-as méretben, nagy választékban. Cédrusok törzsöoltva, nagyobb cédrus törzsöoltva, kis a mini cédrusok törveoltva. Tiszafák vannak, szép méretben, tavalyi kis juharjaink, meg most már van egy picit nagy, meg még nagyobb juharunk. Van pinus múgonk törzse oltva, meg a tavalyi cédrusok szépen kidobták magukat. Van ilex alaszka törzse oltva, és ilex aquifolium variegata törzse oltva. Ez egy drága növény, de nagyon kelendő. Ajánlom figyelmetekben. Cédrusok vannak itt, lejlandik. Most itt a lejlandis részt most kezdjük el kitakarítani, mert ezt fel fogjuk tölteni. Ma szépen lejlandikkal, arról majd külön küldök videót. Tavaly kis fenyők, amik nagy cserébe lettek átültetve, kezdenek vegetációs időszakba kerülni, nagyon szépen be vannak gyökerezve, és most a növekedés ideje jött el. Ezt ezen a karácsony nyomán szerintem értékesíteni is fogjuk. Itt vannak nagyobb spirálok, magnóliák törzsöltve és pomponok, három pallék. Itt akkor megint hortenziákat megcsipte a fagy. Friss hajtást azt levitte, de úgy látom, hogy még van remény. Majd ezt eldönti az idő. Vannak nagyobb magnóliák, Galicienensis, Grandiflora Galicienensisek. Van nagy pálmánk, és itt a tavalyi kis tujáink itt vannak. Itt előkészítettük a hátsó részt, hogy tudjuk fogadni az árut, legyen hova lepakolni a tavalyi föllabdás tujákat, ott hátul bekonténereztük. Ide áttettem a konténerezős részt, mivel elválasztottam a tavat, hogy azért mégse lássanak oda, meg véletlenül se menjen oda egyik gyerek se. Itt vannak nagy magnóliák törzsöltve, tavalyi kecskerágókat átültettük az 5 literesből 9 literesbe. Most a 9 literest át fogjuk tenni egy 26-os cserébe szerintem, hanem 32-esbe. Aukubák, amik megmaradtak, átlettek téveni a cserébe. Meg itt az a reák, a bogyós gyümölcsök mind átlett ültetve, majd ez begyökerezett, kidobta magát, akkor foglalkozunk velük tovább. Meg itt hátra lettek téve azok a növények, amik konténerezésre várnak. Szóval körülbelül ennyit a faiskoláról. Jött tőzeg, cserép, mindent szerzünk befele, a kis kecskerágókat, az areákat, ezeket mind ültetjük átfele. Tehát meg van kamélia, és kész. Remélem, hogy tetszett, amit láttatok. Igyekszünk, hogy kielégítsük tudásvágyatokat. Sziasztok!